Ez nagyon szép volt. El sem hiszitek, hogy mekkora kő esett le reggel a szívemről, amikor bekapcsoltam a kamerát. És úgy néz ki, hogy különösebb, nagyobb probléma nélkül megúszta a tegnapi incidens. A záridő állító része kicsit akad, és időnként kiírja, hogy SD kártya hiba, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy működnek a felvételek. Úgyhogy ma ezt a főkamerámat fogom tesztelni itt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál, mert hogy most találkozom először az idei energiakövetekkel, akikkel áprilisban vagy májusban kellett volna találkozni, de a koronavírus járvány miatt egészen idáig húzódott az egész, de úgy néz ki, hogy most elkezdődik ma a képzésük, és szeptemberben vagy októberben már mehetnek is a sulikba a rendhagyó energiatudatossági óráikat megtartani. Na menjünk! Azt hiszem már tetszik nekem ez a képzés, mert a többiek ugyan már benn vannak és elkezdték, de azt mondták, hogy mi lenne, ha ennék előtte egy kicsit. Viszont nem csak zabálásról szól ez a mai nap, hanem ilyenkor készítjük fel a követeket arra, hogy amikor elmennek általános és középiskolákba a rendhagyó fizika órákat vagy energetikai órákat megtartani, akkor egyrészt ki tudjanak állni a diákok elé, másrészt pedig tanulnak egy kicsit energetikáról is, hogy ne csak mindig a tévképzetek lebegjenek az embernek a szeme előtt, hanem itt energetikai szakemberek képzik őket arra, hogy mi is a valós helyzet. Na menjünk át, nézzük meg! Azt mondták, hogy hozhatom a kaját, úgyhogy így jövök. Hello! Jó napot, hello! Túl vagyunk egy elég hosszú és elég tömény napon. Annyira tömény és annyira hosszú volt, hogy nézzétek meg az arcaikat, hogy hol el vannak csigázva. Szia, jöjjött Vince! Sziasztok, Vince vagyok. Én a polimerek fontosságát szeretném nektek bemutatni az energiatudatosságban. Remélem találkozunk majd. Jó, Dia. Én tényekről és tévhitekről fogok beszélni az óráimon. Őt még nem láthatjátok, mert őt mutatom be utoljára, ő pedig ott Gábor. Sziasztok, Gábor vagyok, én a hulladék fontosságáról és a hulladék energiáról fogok beszélni. És vele már biztos, hogy találkoztatok. Ha mégsem, akkor Várda Ernák vagyok, és atomfizikával kapcsolatos kísérleteket, tényeket, tévhiteket, illetve előnyöket és hátrányokat szeretnék bemutatni, illetve elmagyarázni és megbeszélni a diákokkal. Nézzünk is egy ilyen kísérletet. Egy kötkamrát csinálunk, amivel mindenféle sugárzásokat lehet kimutatni. Én nagyon-nagyon rá voltam kattanva annak idején a kötkamrákra, a Csodák palotájában volt is nekünk egy. De mi az, ami történik itt? Egy kis henger alakú űr van ebben a kis szerkezetben, üveglappal lefedve, amihez csatlakozik gumicsövön keresztül egy fecskendő. Amikor kiúztuk a fecskendőt, akkor hirtelen lecsökkent a nyomás. Ilyenkor a gáz lehűl, ha lehűl a gáz, akkor a benne lévő addig telített gőz ki fog csapódni. Valami kis apró változás indítja be a folyamatot. Így van. Ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, kettő dologra van szükség, vagy két lehetőséged van. Vagy az egyik, hogy valami kosz, például porszem kerül bele, akkor arra ki tud csapódni a folyadék, és így lesz köd. Vagy valami olyan töltéssel rendelkező részecske kell, amire szintén ki tud csapódni. Esetünkben az utóbbit használjuk ki, ugyanis a sugárzó anyagokból kilépő alfa, illetve béta sugárzás, amerre elhalad, centimétereként több tízezer ionpárt hoz létre. És ezen ionpárokon gyönyörűen ki tud csapódni. Tehát lényegében ilyen molekuláris kondenszcsíkokat. Igen, igen, ilyen kis mini chemtrailek így tulajdonképpen. Fóliasapkát rakjátok fel. Ja, és persze ez mind házi gyártmány, tehát Ernák rakta össze mindenféle otthon fellelhető dolgokból, úgyhogy ez mennyiből jött ki neked ez a projekt? A csavarokat kellett megvennem 50 forintért, meg a fecskendő volt 30 vagy 40 forint, nem is tudom mennyiért adták a patikában. Ezt nagyon elmésen megcsinálta, hogy ledet rakott be oldalra, mert sokkal jobban látszanak ezek a pászták, hogyha ha oldalról ilyen súrló fénnyel vannak megvilágítva. Azt akarod mondani, hogy a háttérsugárzásnak köszönhető, hogy ennyi ilyen sávot lehetett látni? Ebben nem mennék bele.
Szóval raktunk hozzá egy kis extra sugárforrást, amivel... Báriumot, alumíniumot, stronciumot, meg nem is tudom, miket szoktak mondani. Amit nem árulunk el, hogy mi volt, biztonsági okokból. Viszont egy kicsit rásegítettünk itt a dolgokra, hát nyilván Ernák ezekkel nagyon-nagyon képben van. Hát ilyen és ehhez hasonló kísérleteket láthatnak majd az általános és középiskolások, amikor az energiakövetek elmennek majd hozzájuk. Ezen kívül lesz még persze rengeteg izgalmas feladat, amivel a gyerekeket fogják nagyon jó értelemben traktálni. Ja, és még valamit elfelejtettem ezzel kapcsolatban, méghozzá azt, hogy az idén az Energiakövet program bekerült az Edison 100 platformra, tehát aközé a 100 gyerek foglalkoztató program közé, amire lehet szavazni, hogy szerintetek melyik lehet ezek közül a legjobb. Nagyon sok ismerős van ezen a listán egyébként, ott van például a debreceni Agóra, ott van Jó Sandinak a saját élménybiológia programja, ott van a Hipersuli program, amiben például a tanári pályázatok a zsűriében én is benne voltam nem olyan régen, és persze ott van az Energiakövet program is, aminek a linkjét be fogom rakni a videó alá, úgyhogy ha netán rákattintatok, és beixelitek azt is, hogy nem vagytok robotok, akkor nagyon fogunk örülni, hogyha kapunk egy szavazatot. Na jó, mára ennyi, sziasztok! Sugárforrásból kilépő alfa sugárzások nyomán kicsapódni, és úgynevezett kötfonalakat alkotni.